letartóztatjuk sikkasztás vádjával. De én nem csináltam semmit. Az előítélet az létezik, van, és szerintem lesz is mindig. Keveset beszélünk róla, ami szerintem nagyon nagy probléma, és a témánk is ez volt, hogy a cigányság és az előítélet, és hogy mennyi traumával és nehézséggel kerül szembe egy roma gyerek. Azok a fürtök egyre inkább hasonlít az anyjára, nem? Ti ismertétek anyát? Igen, kislányom, de most hagyjuk ezt. És most hol van? Jókor hoztad fel megint. Azt is tudjátok, hogy hol van? Egy sötét, szomorú helyen kis. Azt gondoltam, hogy a mi fiataljaink, az egyetemisták vannak olyan tehetségesek, hogy a Szélrózsára is meg tudunk jelenni, mint evangélikus roma szakkollégium. És miután tudtam, hogy mi lesz a témája a Szélrózsának, és azt is, hogy mi lesz az én áhítatomnak a története, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy jó lenne, hogyha a mi fiataljaink, az ő nehézségeiket valahogy ebbe az elég szó köré meg tudnák jeleníteni. És régóta dolgoztunk együtt a Független Színházzal, ez egy budapesti roma művészek által alapított és működtetett színház, és elkezdtünk velük tárgyalni, hogy mit szeretnénk. Jöttelek meglátogatni. Ennyi idő után? Igen, ennyi idő után, ugyanis 12 éves lett a lányod, és érdekli, hogy ki az igazi édesanyja. Pontosan tudom, hány éves a lányom. Képzeld el, amúgy egy képet vagy egy levelet küldhettél volna. És te kerestél minket? Elköltöztetek. Szerinted csora tévő vagyok, innen a börtönből mennyi lehetőségem van? Drámapedagógiai foglalkozásokon keresztül először csak belehelyeztek abba az egészbe, hogy mi valamit találjunk ki, egy olyan történetet, ami így a mi életünkhöz, életeseményeinkhez, életutunkhoz, mérföldköveinkhez, nehézségeinkhez kapcsolódik, és ebből majd egyszer lesz valami. Ezeket a történeteket, amikor elhangzottak, akkor ezek nagyon sérelmesek voltak. Vagy hát nehéz volt föleleményteni a fiataloknak, tehát ezek fájdalmas élmények voltak. A dramaturg látva a felvett videókat kigondolt egy fiktív történetet, ami senkinek a történetével nem egyezik meg. Soha nem volt szövegkönyvünk. Ahányszor próbáltunk, annyiszor volt különböző, amit elmondtak a fiatalok. Ettől volt nagyon-nagyon izgalmas és nagyon jó. Kiszakítja az embert a komfortzónájából. Nyilván egy színjátszás, egy olyan dolog, ami mondjuk tőlem nagyon távol áll, de mégis jó volt azt látni, hogy amúgy meg tudtam ugrani ezt a létszert. Emellett a közösséget is szerintem nagyon összekovácsolta, hogy folyamatosan próbáltunk, nyilván nagyon sok baki volt, ami nagyon jókat nevettünk, szóval ez szerintem mindenképp egy ilyen tök pozitív dolog. A maga a fellépés meg szerintem fantasztikus élmény volt. Az a reggeli áhítatban volt ez összekötve, és nagyon jó volt az, hogy nagyon sokan voltak ott. Egy ilyen kicsit átszerelmült spirituális élmény is volt, és ebbe szakadt bele egy ilyen szokatlan kép, ami viszont szerintem mindenkinek felkeltette az érdeklődését, és pont ezért volt ilyen hatásos. Ez jellemző, ez rendszeres, ez van ez a folyamat, és ez ilyen történések az iskolákban, és merjünk ez ellen tenni. Szerintem pont azért volt jó, mert azért mi eléggé hitelesen tudjuk ezt közvetíteni így a közönség számára. Az volt a szándékunk, hogy itt a Szélrózsán elég nagy tömeg lesz, főleg fiatalok, akiknek az életében ott van ez az abjúzív tapasztalás, hogy egymást bántják, cikizik, stb. És nem kell hozzá cigánynak lenni. Az, hogy a cigányokra fokozottan érvényes az, hogy gyakrabban kerülnek abjúzív szituációba és lesznek célpontjai a bántalmazásnak, a cikizésnek, a címkézésnek, ez biztos. És én azt gondolom, hogy az oktatási intézményekben, hogyha csak 10 gyereknél, 5 gyereknél lesz értelme annak, hogy láttak egy ilyen színdarabot, hogy mit élhet át az a lány, az a fiú, akit éppen bántanak, szóval nem kell hozzá tetlegesség, bár itt ugye megjelent a bezárjuk a szekrénybe tetleges forma is. Én azt gondolom, hogy segít falak lebontogatásában. Segítség, itt vagyok a szekrényben, segítség! Olyan általános iskolába jártam egyébként, ahol az évfolyamban talán egyedüli, vagy lehet, hogy még egy évfolyam társam volt, aki roma származású. Hát nyilván voltak atrocitások, de valamilyen formában én túl tudtam tenni ezen magam. Ugye nyilván az a kicsit kisebbségi érzés, az mai napig megmaradt. És nem tudom, hogy aki ilyen közegből érkezik, az nehezen
nehezen tud átszellemülni, nehezen tudja megélni az identitását. Nagyon-nagyon sokat kerestem én is, hogy vajon ez a cigányság, ez hogyan kapcsolódik, pedig mind a két szüleim roma származásúak, tehát én egy ekte roma származású családból származok. De nehéz volt ezt így egy közösségekben úgy megélni, ahogy azt már most így felnőtt fejjel tudja az ember, és tényleg magának érzi. Tehát azért ott van egy ilyen kis válság. Így, hogy igazából ezeket az előítéleteket leküzdve mi tovább tudtunk lépni. Kicsit magunkénak érezzük azt is, hogy tegyünk is azért, hogy példák legyünk, és ne hagyjuk azt, hogy ez mondjuk a mostani iskolákban is megtörténjen. Szerintem pontosan ezért is vagyunk legtöbben pedagógiai pályán, mert hogy lehet, hogy mindenkinek egy tanár, bárki, aki ott felismerte benne a tehetséget, a lehetőséget, és nem másként tekintett rá, tehát tudta ezeket az előítéleteket, meg kellemetlen dolgokat kompenzálni, pont ezért lettünk ilyen szakemberek. Különböző romák közötti kultúrák is eltérőek, és ezeket is megismerjük, és sokkal elfogadóbbak vagyunk talán egymással szemben is. Nem csak cigányságon kívül, belül is lehetnek szakadékok vagy előítéletek, és ez a közösség, vagy a maga az evangélikus roma szakkollégium képes ezt csillapítani. A legértékesebb dolog, amit a szakkollégium tud adni, az, hogy maga az, hogy közösséget ad. Nekünk nem olyan egyenes az út, nincsen kitaposott út előttünk, mint egy átlag egyetemista hallgatónak. Mi az egyetem mellett a család nehézségeit is megpróbáljuk csökkenteni. Tehát nincs olyan szakkollégista szerintem, akinek nem kell amellett dolgoznia, hogy egyetemre jár. Tehát minden lehetőséget kihasználunk azzal kapcsolatban, hogy a családról levegyük a terheket. Ez egy kicsit ilyen kettősség, hogy már a munkavilágában is vagyunk, de tanulunk. De hát ez nekünk ilyen természetes, mert azt látjuk, hogy a szüleim mennyi mindent tettek azért, hogy akár eddig is eljussunk, és azzal adunk, hogy nem veszünk el. Meg lesz a pénz, holnap reggelre tudom vinni. Úristen, nagyon szédülök. Mi a baj, rosszul vagy? Mostanában fáj a fejem, szédülök, és hány ingerem van? Fáj a fejed, szédülsz? Hány inger? Igen. Csak nem? De. Kisbabánk lesz? Igen. Jaj, nagyon boldog vagyok. Ez a pszichodráma, ez egy nagyon jó eszköz volt arra, hogy fejlesszük az ő kompetenciáikat. Ezeknek a fejlesztő ereje, ezek elmondhatatlanak, ezeket nem lehet betűvel, számmal mérni, ezek mind idővel jelennek meg, és mi ezeket fantasztikus módon látjuk, ahogy a személyiségük fejlődik egy-egy ilyen lehetőséggel. Mindig azt mondom a hallgatóknak, hogy akármilyen lehetőség van, ha utazás van, ha szereplés van, ha konferencia van, ha bármi van, ahol ők megmutathatják magukat, mondhatják, hogy kik ők, akkor ezekből ők mind fejlődnek. Olyan személyiségfejlesztő, nincs az a tréning, ami többet adna nekik, mint egy-egy ilyen alkalom. Hálás vagyok a terhekért, és azért is, hogy volt erőnk ezeket letenni, és azt mondani, hogy elég. Ahogy ezt a történetet most újra felelevenítettem, még valamire rájöttem. Szeretetből, megbocsájtásból sosem elég.